Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladékmentes otthonomban. Megmutatom nektek, hogy húsvét előtt pár nappal mivel foglalatoskodtam, hogyan készülök a húsvétra hulladékmentesen. A kalács a húsvéti szezon elmaradhatatlan része nálunk. Minden alkalommal én magam készítem. Az egyik kedvenc receptemet Limara oldalán találtam még évekkel ezelőtt. Az eredeti recepthez képest viszont én fele annyi cukrot használok a húsvéti kalács elkészítésekor. Egyébként a recept linkjét a videó leírásban megtaláljátok. Habár a gyerekek már nagyra nőttek, mégis húsvétkor a lakás dekorálása, a húsvéti tojás elkészítése elmaradhatatlan program nálunk. A húsvéti tojások és a dekorációk elkészítésénél a környezettudatosság ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint az év bármely más szakaszában. Az idei tojásfestésnél kizárólag növényi festékeket és a berzselés technikáját fogom alkalmazni. A legegyszerűbb és bárki számára könnyedén elérhető növényi festéshez a hagyma héját használom. Akár vörös, akár lila hagymát használtok, mind a kettő nagyon szép és erős színt fog adni a tojásoknak. Amíg a tojások bő 10 percig ecetes vízben főnek, addig a hagymát megtisztítom és a héját félreteszem. A hagymahéjat vízben, magas hőfokon, de nem forralva, egy órán át melegítem. Ez alatt az idő alatt bőven van lehetőségem, hogy szép kis levélkéket találjak a kertben, ami a berzseléshez szükséges. Ezúttal a gólyaort szakkos levelére esett a választásom. A hagyományos tojásfestési módszerek közül szerintem az egyik legtermészetesebb és legszebb módszer, ez pont a berzselés. Egy-egy darab textil fogja a kis levélkéket a tojáshoz rögzíteni. Erre a célra én régi, már kilukkadt nejlon harisnya darabokat használok, de használhatsz akár egy feldarabolt pamutpólót is. A textil segítségével szorosan rögzítsd a levelet a tojáshoz, és alaposan kösd meg a végén. Miután végeztem a tojások előkészítésével, még mindig maradt valamennyi időm. Ezt az időt arra fogom használni, hogy a piacon vásárolt, friss, nyers tormát lereszeljem. Úgy vélem, hogy a legtöbb magyar családnál nem telhet el a húsvét a torma nélkül. Gyerekként mindig ecetes, üveges tormát ettünk. Már felnőtt voltam, amikor először találkoztam azzal, hogy a torma nyersen lereszelve is nagyon finom. Ráadásul nem csak finom, de erős baktérium és vírusölő hatása miatt érdemes fogyasztani, nem csak húsvétkor. Végre letelt az egy óra, így itt az ideje, hogy a hagymalevet átszűrjem. A leszűrt növényi festéket befőttes üvegekbe öntöm, és a tojásokat ebben fogom festeni.
Minél tovább hagyjuk állni a tojásokat a hagymalében, annál erősebb színt kapunk. Ez a berzseléses technikánál kimondottan előnyös. Én legalább egy 24 órás időszakot hagyok nekik, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. A nap hátralevő részében saját készítésű tavaszi és húsvéti dekorációimmal teszem üdévé az otthonunkat. Eltelt egy teljes nap, és már alig várom, hogy lássam, hogy milyen színűek lettek a húsvéti berzselt tojásaink. A készre festett tojásokat átdörzsölöm még egy kis napraforgóolajjal, hogy szép fényesek legyenek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem nagyon tetszenek. Egészen oda vagyok ezekért a természetes szépségekért. Nektek mi a véleményetek? Nagyon örülnék neki, hogyha megírnátok a videó alatt hozzászólásban. Örülök, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor megköszönöm, ha jelzitek ezt nekem egy lájkkal. A honlapomon és a Dobd ki a szemetes című könyvemben további Zero Waste tippeket is találtok még, hogyha pedig bármi olyan téma van, ami érdekelne benneteket, akkor írjátok meg szintén kommentben. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk. Addig is kellemes ünnepeket és örömteli hulladékcsökkentést kívánok nektek. Legyen szép hétvégétek, sziasztok!